kapott szívinfarktus ellátáshoz. A ország 21 laboratóriumában szinte mindenütt biztosítva van két asztal. Arra az esetre, hogyha az egyik készülékkel baj lenne, vagy pedig egyszerre két beteg ellátásra is szükséges. Eddig ezt csak úgy tudtuk megoldani, hogyha itt például műszaki probléma volt, hogy karbantartás, akkor Debrecenbe küldtük a szívkatéterezésre az infarktusos betegeket. Most pedig ugye ez a lehetőség megadatott. Ez pedig már az új eszköz által készített felvétel. Ahogy kb. Egy hetet állítottunk ki, az az előső leszálló vágsztentje, ami most kitágított állapotban van most már. A kardiológiai ellátás fejlesztése érdekében egy határon átnyúló pályázat segítségével szerezték be a közel 350 millió forintos röntgengépet. A szívkatéterezés úgy történik, hogy helyi érzéstelenítésben általában a csukló ütőeret szúrjuk meg, és felvezetjük a katétert a szívhez, a szív koszorú érig. Ezen az úton elvezethető, ez már nem jár általában különösebb kellemetlenséggel, és maga a vizsgálat sem, a festékanyag beadása a koszorú erekbe meg fogja mutatni, hogy van-e szűkület, és milyen mértékű, és hol a koszorúja rendszeren. Akut infarktusban viszont a teljes elzáródást szoktuk látni, és ezzel a röntgen vezérléssel az ér megnyitható, az infarktus kiterjedése lényegesen lecsökkenthető, és ezzel a beteg életesélyei sokat javíthatóak. Önjáró szállítóeszköz is dolgozik az EUFIER Kft. Kocsordi gyárában. Nem csak a technológia, de az előállított egészségipari termékek is világszínvonalúak. Kovács Péter, a cég stratégiai igazgatója azt mondta, ebben az üzemben már elindult a gyártás, amellyel a magyarországi igények mellett exportra is tudnak termelni. Lélegeztetőgépek, újraélesztőgépeknek az alkatrészeinek gyártására, különböző tubusok, tehát ilyen garat tubusokra, ami ugye a lélegeztetéshez szükséges, ilyen eszközök gyártására alkalmas, katéterdugó, gyakorlatilag különböző fém és műanyag eszközök gyártására, például védőszemüvegek, műtétekhez, oltásokhoz tudnak itt készülni. Na most az ETP második, illetve harmadik körén belül további egészségipari termékek gyártására pályáztunk, és a magyar kormány hathatós támogatásával tudjuk megvalósítani ezeket a fejlesztéseket. A második és a harmadik körben különböző sebészi kézi műszerek, úgy mint sebészi ollók, szikék, vérzéscsillapító eszközök, érfogó csipeszek gyártására alakítunk ki kapacitást, valamint a hazai egészségipart teljesen ki tudjuk szolgálni vizsgáló gumikesztyűvel. Felborult traktor, legalábbis ami maradt belőle, Újfehértó közelében, egy vasúti átjáróban. Nem messze tőle egy mozdony a sínek melletti bokrok között, mögötte oldalára borulva az egyik vasúti kocsi, egy másik pedig keresztbe a síneken. Nem mindennapi baleset történt április közepén. A mezőgazdasági gép a sínekre hajtott a jól működő fényjelzőberendezés tiltása ellenére. Először egy Debrecenből érkező személyvonattal ütközött. Ennek következtében átsodródott a párhuzamosan futó sínpára, ahol az ellenkező irányból érkező szintén személyvonat szerelvénnyel ütközött össze. A baleset következtében a munkagép vezetője a helyszínen életét vesztette. A Nyíregyháza felől Debrecen irányába tartó személyvonat szerelvény kisodródott, azon többen megsérültek. A nyíregyházi rendőrkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja a baleset körülményeit. Öt utas és a kisiklott mozdony vezetője sérült meg könnyebben. Többségüket a helyszínen ellátták, de volt, akit kórházba szállítottak, így a mozdony vezetőt is. Két mentőhelikopter is elindult, de végül nem volt rájuk szükség. A vonaton utazókért pótlóbusz érkezett, az vitte őket tovább. A mentők mellett a tűzoltók és a rendőrség is nagy erőkkel vonult a balesethez, szakadó esőben kezdték meg a műszaki mentést és a helyszínelést. A helyszínre 10 egység, összesen 39 tűzoltó vonult, Nyíregyháza, Újfehértó, Debrecen, Nyíradony és Hajdunánás egységei mellett dolgozott a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is. A beavatkozók a műszaki mentést végezték, átvizsgálták a vonat kocsijait, valamint segítettek a vonaton utazóknak, hogy biztonságos helyre kerüljenek. Új két csoportszobás bölcsőde épült Kálósemjénben. Az ősszel indult intézményben május elején irathatták be csemeteiket a helyi szülők.
Nyáron az óvoda egyik épületén is felújítást végeztek, ami azonban csak a kezdet lehet, hiszen az önkormányzat már keresi a forrás egy teljesen új létesítmény megépítésére. Folyamatos az igény a településen a bölcsődei ellátásra. Jelenleg mini bölcsődét működtet a település. Ez mindösszességében 7 gyermeketnek az elhelyezését teszi lehetővé, de látjuk azt, hogy ettől nagyobb az igény. A gyermeknevelési kedv is tetten érhető a településen, mint ahogy az egész országban is. Köszönhető ez a különböző intézkedéseknek, illetőleg a kiegyensúlyozott anyagi helyzetnek többek között. Úgyhogy bízom benne, hogy a két csoportot még az idén fel tudjuk tölteni. A bölcsőde épületek közvetlenül az óvoda mellé épült. Egyelőre az óvoda játszó udvarából különítettek el egy részt a bölcsődéseknek. Hamarosan azonban a szomszédos területből bővítik a telket.